Mindenki tudja, hogy ennyi az egész. Az élet csak araszni repülés földtől a földig. A világnak mindegy, hogy meddig érsz. De neked és nekem ez most az egyetlen, az első és az utolsó beletés. A 21-est ki fogják vonni a forgalomból, úgymond leállt az ideje, és egy méltó búcsúzást fogunk végrehajtani 24-én, és erre gyakorolunk most. Ha 1936-ban kezdődtek meg a munkálatok, akkor a németek építettek itt egy füves repülőteret. Azóta itt gyakorlatilag életfolyik repülőgépek voltak, itt ejtelnyősök, németektől magyarok, a háború után pedig a szovjetek. Ezzel 1961-ben került Pápára, és itt folytatott akkor repülőharcképzés, MiG-15-ös típus, és ha repültek, gyakorlatilag a légtérvédelme volt, és az akkori varsói szerződésen belüli feladatokat hajtott a végre az ezred. A beton az 2400 méter hosszú, 60 méter széles, aránylag jó állapotban van. Gyakorlatilag tartalékreptérnek tudja használni Magyarország fölött bármelyik repülőgép, amelyik repül. Egyedül az elektronikai berendezései azok elavultak. A terület az 10 négyzetkilométer körülbelül. Amikor én elkezdtem a repülést, először is csak a romantika vonzott, és gyakorlatilag én később szerettem be repülésbe. Én 17 éves koromban kezdtem el repülni, és eltelt egy pár hónap, mire tényleg így rájöttem, hogy milyen szép a repülés, és azóta csinálom én ezt. Katonai kollégiumban jártam Tatán, ott töltöttem el 4 évet, és a 4. év közepe táján végül is szakot kellett választani. Több lehetőség volt, lehetett volna menni civil egyetemre, főiskolára, honvédségi ösztöndíjjal, vagy pedig valamelyik katonai főiskolára. És hát mindent egybevetve megpróbálkoztam ezzel a repülés dologgal, végül is nem volt semmilyen előképzettségem, tehát nem próbáltam soha. Nem is sokat tudtam róla, de valahogy mindig olyan misztikus volt, olyan valamilyen rendkívüli dolog, amit szerettem volna kipróbálni. Egy 3 napos vizsgálat alatt kiderült, hogy egészségügyileg lehetséges a dolog. Innentől kezdve beindultak a dolgok, és felvettek helikopterpilótának. Az első év végén egy újbóli vizsgálattal, ami szintén 3 napig tartott, eldöntötték, hogy ki az, akinek lehetősége van rá, hogy a szigorúbb követelményeknek eleget téve merev szárnyunk, tehát nagy sebességű repülőgépen repülhessen. Amikor én végeztem, Kecskemétre kerültem, és ott, mint kezdő hadnagy, kezdtem el repülni. Hát azt tudom mondani, hogy akkor még nem volt olyan értéktelen ez a dolog, mint ahogy most érezzük néha. Tehát akkor egy bevált rendszer, egy 3000-es rendszer működött az országban, tehát meg volt Teszár, meg volt Pápa, Kecskemét, és meg volt egy folyamatos utánpótlás. Tehát egyszerűen fogtuk és beálltunk a sor végére. A 80-as évek elején elértük azt, és a 70-as évek végén, 80-as évek elején elértük azt, hogy a vadászpilóták átlagban 100-120 órát, 110 órát repültek évente. Jó néhány oktató volt, aki 160-180 órát repült oktatással együtt. Jó magam is jó néhány éven keresztül 160-180 órát repültem.
Tehát nagyon jó összekovácsolt és jól képzett állomány volt abban az időszakban. Rendkívül bonyolult feladatokat hajtottunk végre, értelemszerűen a nagy repülőtudó kapcsán. Ezek a évek a pápai repülő azon olyan formában is pozitív értelemben mély nyomokat hagytak, hogy miután a Varsó szervős irányultság azért adott volt, hogy a nyugat-észak-nyugat irány, dél-nyugat irány, pápa az egyik vezető irányba volt az észak-nyugat irányba. Ráadásul ugye 79-ben még 23-as típust is megkapta az ezred, így elég sok infrastruktúrális beruházás történt abban az időszakban. Ez teljesen természetes dolog a világon mindenhol. Ha valamely katonai objektum ilyen helyzetbe kerül, akkor a költségvetésnek a megfelelő részét próbálják abba az irányba csoportosítani. Egyrészt szövetségi rendszeren belüli feladatként, másrészt az ország érdeke is ezt kívánja. Mi az, amit még gyakorolniuk kell? Hát ritkán repülünk ilyen nagy kötelékben, és össze kell szoktatni köteléket, tehát ez a lényege a gyakorlásunknak. Amikor 10 voltunk lépcsőben, akkor sokkal nagyobb volt a pumpálás. Tehát lehet, hogy akkor, amikor a lépcsőben jövünk az oszfolyhoz, azért kicsit talán távolabb. A dögösnek csak egy pár repülésről látja, ahhoz, hogy a többi be tudjon állni egy vonalba, két gépet legalább látni kell. Az azt jelenti, hogy följebb kell állni. És fordulóban ott nehéz beállítani. Az egyenes szakaszon lehetne fölzárkózni, rövid volt a szakasz, mire én beálltam, többiek még csak utána kezdték. Megemel 15 fokra, 60 fok, elmész 600 méterig, és utána a hosszú falon fölemelkedsz 2000-re, azt körrálsz, hogy a kiválás mindenkinek egyforma legyen, jó így? Persze. Jó ura, mindenki, addig viszintes, 15 fok, 60 fokos beöntés, föl 600-ig, és keresse az előtte lévő. Jó? Repülés más. Teljesen más egy vitorlázó repülés, egy sportrepülőgéppel való repülés, egy utasszállítóval. Ugye mindegyiknek megvan a maga szépsége, és a vadász valahol a legszabadabb. Amilyen utasítás alapján mi repülünk, ott 307 féle feladat van. Ha most ezt az ember általában a pályafutása során végigrepül ezt az összes feladatot. Jó esetben. Ugye ebben vannak rakétaéres lövészet és a többi, ami nem biztos. Szóval itt általában egy repülési napon is úgy van, hogy ha valaki repül 3-4 főszállást, az 3-4 főszállás lehet, hogy teljesen más. Tehát nincs benne két egyforma feladat, és ezekre rá kell készülni. Na most természetesen vannak ismétlő jellegű feladatok. Ugye a gyakorlat teszi a mestert, sokféle feladatot be kell tudni gyakorolni ahhoz, hogy azt éles helyzetben valaki normálisan tudja alkalmazni. Ugye itt vannak elfogások, légicélok ellen, légiarcgyakorlatok, illetve a műrepüléssel kapcsolatos feladatok, ebből is van többféle, ami a repülőgép vezető technikát fejlesztés javítja. A 90-es évek közepén volt egy időszak, amikor szinte minden évben esett le itt Pápán egy repülőgép, következett be tragédia. Mi lehetett ennek az oka? Ez egy gyászos időszaka volt a pápai repülőezrednek, az ezredünknek. Tulajdonképpen az elsődleges ok az, hogy a rendelkezésünkre álló, gyakorlásra szánható repülési idő drasztikusan csökkent. Tehát addig, míg a 80-as években 100 és 150 óra között volt az átlag repülési idő a vadászgépeken és a pilótánként, addig 89-től kezdődően folyamatosan csökkent. Először 60 órára, majd 40 órára, akkor volt egy évben, amikor egy kicsit lendületet vett a repülés, majd azóta utána visszazuhant annál alacsonyabb szintre, hiszen jelenleg is vannak, illetve voltak egy óra repülővel rendelkező repülőgépvezetők. Nyilván, hogy ahogy az autóvezetést is, csak akkor lehet megtanulni, akkor lehet jó szinten közlekedni, hogyha sokat gyakorolja az ember. A repülés az nem biciklizés, hogy felülök és akkor tekerem a biciklit. A repülőgép az nem szokott megkegyelmezni az embernek. Ha hibázik, és
durván hibázik, akkor ő ezt megtorolja. Sajnos a 90-es években ilyen időszakunk volt. 201-es kész, 13. Gerezd! Most még a 24. helyi napra készülnek, viszont nem kötelék repülést hajtottak végre. Miért? Egyébként nagyon sok pilotának mostás elfoglaltsága van, készültséget adunk, és alapvetően ez a fő feladatunk, most ezt csinálják. Mire kell figyelni egy ilyen felszállás során? Hát most géppárba szálltunk fel, összhang kell a két pilóta között. Egyszer, hogy egy időben kezdjük el a felszállást, elég kicsi a távolság a két gép között, és hogyha túl erő egyforma két gépnek, akkor tudom tartani a helyemet a felszállás közben. Lássuk, az évek során milyen alakulatokkal, milyen csapatokkal volt önöknek kapcsolatok, akár külföldiekkel is? Ez a kapcsolatfelvétel alapvetően a 90-es évek elején kezdődött. Az osztrákokkal, svédekkel, németekkel, szlovákokkal volt kapcsolatunk. Látogatások voltak a reptéren, mi mentünk külföldre, és eléggé barátságos kapcsolatot alakítottunk ezekkel az alakulatokkal és a pilótákkal. Ez mit jelent, milyen kép alakult ki önökről Európában? Hát, hogyha lehámozzuk azt az udvariassági formulákat, amiket ők így alkalmaztak, megálljuk a helyünket evel a repidővel is, amit nekünk biztosítanak. Itt a kiképzési rendszer, ami más. Tehát így gyakorlatilag ezek az országok a NATO normák szerint folytatják a repülést és a kiképzést. Ezen a téren is sokat tanultunk tőlük, nekem az a megítélésem. Itt 13 órakor 16 gép fel fog szállni, és úgy, ahogy a gyakorlásokon is eseménymentesen végrehajtottuk ezeket a feladatokat, a mai napon is szeretnénk ezt végrehajtani. Azt is tudom, amikor a parancsnokom leszáll, és engedélyt kér a zászló levonására, egy kicsit meghal a magyar légierő. Köszönöm megértésüket. Vezérezredes úr, Domonkos Alezredes törzsőnök jelentem, a 47. pápa harcászi repori ezred egykori és aktív állománya a bajtársi találkozó egyik áll. Jó napot, hölgyeim és uraim! Erőt! Hölgyeim, uraim! A mai állománygyűlésünk az ezred életében sajnos egyszeri és egyedülálló. Búcsúzunk, búcsúztatjuk azt a típust, amely maga idejében új korszakot nyitott a magyar repülés történetében. Mi is részese vagyunk ennek a 39 évnek. Van, aki az életét áldozta, van, aki az egészségét, de hozzájárult ahhoz, hogy ez a repülőtér éljen és működjön, és teljesítse feladatát, amit kitűztek elé, amiért létrehozták. Köszönet jár ezért mindenkinek, vezetőnek és beosztottoknak, aktívnak és nyugdíjasnak egyaránt, akik akartak tenni és tettek az eredményekért a repülés biztonságáért. Köszönet azoknak, akik a katonákat befogadták városukba, segítettek őket pápai polgárra válni, azoknak, akik a város nevét adták az ezrednek.
120.488 felszállás, 110.998 óra repült óra után búcsúzik névadó városától a repülőezred. A MiG-21-es típus, s rövidesen a 39 éves jelenlét, a 61 éves repülőtér, a több mint 600 éves katonamúlt, tiszta, derűs, boldog égboltot kívánva továbbiakban polgárjaknak. Köszönöm figyelmüket! A sors és a véletlenek egybeesése hozta úgy, hogy a búcsúrepülés időpontját alig néhány hét választja el az alakulat 50 éves fennállásának jubileumi évfordulójától. Egy alakulat megszűnése, az általa üzemeltetett repülőtechnika kivonása mindig a legnehezebb és a legfájóbb feladatok egyike volt a Magyar Honvédségben. Különösen igaz ez egy olyan nagy múltú és nagy repülő hagyományokkal rendelkező ezred vonatkozásában, mint a 47. pápai harcászati repülőezred. Önök előtt jól ismert a tavaly elhatározott stratégiai felülvizsgálat és az azt követő haderőreform koncepciója, amely alapján a Magyar Honvédség egészét érintő átszervezést az országgyűlés jóvá hagyta. Politikai döntés született, amely meghatározta a világos célt, miszerint egy kisebb, rugalmasabb, mobilabb és mindenek előtt finanszírozhatóbb haderőt kell létrehozni Magyarország függetlenségének, területi épségének védelme érdekében. Több mint egy éves NATO-tagságunk alatt világossá vált számunkra, hogy nem csak nemzeti, hanem a szövetség részéről megfogalmazott elvárásoknak is messze meg kell felelni. A mai napon utoljára felszálló MiG-21-esek méltó módon is megbízhatóan szolgálták a magyar légtér védelmét, azonban jelenlegi állapotukban már nem alkalmasak a NATO légvédelmi rendszerében történő biztonságos együttműködésre, mint repülőgép típus továbbfejlesztése, átalakítása már nem gazdaságos. Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy alkalmat kaptam, még ezen szomorú alkalomból is néhány gondolatom elmondására. A tábornok úrhoz hasonlóan köszönetet szeretnék mondani az alakulatnak, mint egységnek azért, hogy az elmúlt időszakban a város bármilyen kérdésben, amelyben hozzáfordultunk, a lehetőségeikhez mérten, sőt időnként még azon túl is segítették városunkat. Ezért is fájdalmas mindannyiunk számára a nemleges döntés, amelynek pozitív irányba történő elmozdítására a híresztelések ellenére az emberi tisztesség határain belül képviselőtársaimmal együtt mindent megpróbáltunk megtenni. Rendkívüli módon megértem az önök helyzetét, és nagyon sajnálom, hogy így alakult. Ezért azt kérem, ha kérhetem, hogy önök, akik jól képzett, fegyelmezett, tisztességes emberek, akik sok nehéz helyzetet már megoldottak, és a bajban is mindig megtalálták a megfelelő megoldást, és most, még holykor kilátástalannak is tűnik, mutassák meg ismét, hogy a bajban össze tudnak fogni.
1944-ben ide voltam vezényelve német Messerschmitt 109-es vadászgépekre való átképzését itt kaptam meg, és ennek elvégzése után kerültem a Puma vadászrepülő ezredhez Veszprémbe, ahol a háború végéig szolgáltam. Ez a repülőtér 1944-ben egészen új volt. Milyen volt akkor? Ez akkor is egy nagyon szép repülőtér volt, egy gyöngyszem volt. Sajnos háború volt, és tele volt német gépekkel. Egy német bombázó ezred is itt települt tulajdonképpen. Eredetileg ez a repülőtér a magyar ejtőernyősök repülőtere volt. Itt volt a magyar ejtőernyős zászló, itt pápán, a mostani, az egykori huszár laktanyában voltak elhelyezve, és itt volt az ő légi infrastruktúrájuk, a szállítógépek, egy szállító század volt, amely a magyar ejtőernyősöket vitte és kiképezte. Ezt a repülőteret mi nyitottuk, mi építettük annak idején 39-ben, úgyhogy hát második otthonunk volt. Ez egy nagyon szomorú nap. Én a veterán ejtőernyősök elnökeként csak annyit tudok mondani. A mai gépnek a szárnyfeszültsége kibír ilyen műrepülést, azt a gépet nem szabad kiselejtezni. Mert ha nem korszerűsítjük is ezeket a gépeket, szükség esetén védelmi gépeknek ugyanúgy megfele, mint azok a modern gépek, akik jugoszláviai bevetések során 30%-os találót értek el végeredményben, ahogy a sajtóban megjelent. A mi pilótáink, állítom, hogy ezekkel a gépekkel is ugyanazt az eredményt el tudnák érni. Egy gyásznap. Gyászoljuk az egyik legrégebb magyar vadászrepülő ezredet, a pápai 47-es vadászrepülő ezredet, és magát a repülőteret is gyászoljuk, mert a repülőtér is megsemmisül, és ha mindezt egyszer újra kéne építeni, 15 évbe kerülne, és iszonyatos milliárdokba. És ezt mi gazdagok vagyunk. Itt áll a magyar vadász légierő előttünk, és sírnunk kell, ha látjuk, ezek mind repülőgépes vadászgépek. Az ön véleménye szerint meg lehetett volna menteni ezt a repülőteret? Ezt a repülőteret meg kellene menteni, nem meg lehetett volna, meg kellene menteni. Mert annyi előrelátás kell legyen mindenkiben, hogyha egy repülőtér megszüntetés egyáltalán fölmerül és szóba kerül, már pedig ez nem új keletű dolog, hogy a hadsereget csökkenteni kell, nem új keletű dolog, hogy bizonyos átszerveléseket végre kell hajtani, akkor nem töltök 100 milliókat a beton felújítására. Ha megköltöttem rá, akkor megfontolom, hogy mi lehet hasznosítani, mint repülőteret, mert itt van irányító torony, itt van megfelelő radar ellátottság, van irányítási lehetőség, és bizony azért ebben nem dúskálunk. És bizony nem igaz az, ami elhangzott itt ezen az állománygyűlésen, hogy a NATO messze menően és furázik, hogy megszűnik a pápai repülőtér. Az igazság az, hogy nagyon elgondolkodik a NATO, és csak a NATO, mint olyan szövetség, nem szólhat bele a magyar belügyekben, még a honvédelmi viszonylatban se. De minden NATO jelenlévő ember fölhívja a figyelmét a honvédelmi vezetésnek, a vezérkarnak erre a problématikára. Mert nagyon könnyű döntögetni, de felelősséget is kell válni. Nem fogják a parlamentre, mert én nem szavaztam meg a pápai reptér bezárását, de semmelyik képviselőtársam. Mi elfogadtunk egy 10 éves fejlesztési tervet, amiben ezek a közhelyek szerepeltek, de lebontva nem volt, hogy miért fejlesztés az, és miért ütőképes hadsereg, ha egy legjobban használható katonai reptér például megszűnik. Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt, lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeked már
észrevett. Bámulták szemmel ránk, mert ő nem mégis tisztán született. Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy csak enged túszunk át, belőtről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség előtt, halakon átrohanunk. Ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágy a cím, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogy csak enged túszunk át, belőbből lábat lógatunk. És mi szabadság vándorai. Talán úgy látom, volt értelme a sok gyakorlásnak. Hogy sikerült? Szerintem ez volt a legjobb a mai. Bár ne került volna a sor. Hogyan tovább? Hát még a jövő héten folytatjuk a repülést, tehát az élet nem áll meg. És mindenki készül a jövőjére. Ki nyugdíjba megy, ki más alakulatnál fog szolgálni. Minden a tervek szerint folytatódik. Azt lehet-e tudni, hogy mi lesz itt a repülőtérrel? Azt sajnos mi nem tudjuk. Átadják valószínűleg az APVRT-nek, és onnantól már nem ami problémánk lesz a repülőtérrel. Nagyon nehezen élem meg, megmondom őszintén, mert gyakorlatilag majdnem 20 éve már itt vagyok ezen a reptéren. Itt kezdtem el a pályafutásomat 21-essel repülni, és úgy néz ki, hogy itt is fejezem be a 21-es repülésemet. Nagyon nehéz ezt megélni. És hogyan érzi az állomány, hogyan éli meg ezt a repülőtér bezárást? Hát én nekem az a megítélésem, hogy ugyanúgy, mint én. Tehát sok ember ide kötődik a városhoz, a repüléshez, a reptérhez, és máshol nem szívesen mennek el.